Iskolai kórusában énekel Sophie. A 10 éves nyíregyházi kislánynál 2018-ban diagnosztizáltak leukémiát. Sophie 5 év küzdelem után tavaly decemberben megkapta az élet karkötőjét, amely a gyógyulást szimbolizálta. Idén januárban azonban egy rosszul létet követően kiderült, hogy Sophie agyában daganat keletkezett. Az azonnali műtét eredménye szerint a kislánynak csak külföldön van lehetősége gyógyulásra. A kezeléshez szükséges összeg gyűjtésében a Magyar Népmeséért Alapítvány és Sophie iskolája is a család segítségére sietett. Most a gyűjtés a jelenlegi állás szerint ugye a maga a konzultációs díj, ugye, amit első körben el kell, hogy utaljunk, az összegyűlt, és ugye nyilván a kezelésre, ami több mint 100 millió forintba kerül, most arra összpontosítunk, hogy ez minél rövidebb idő alatt sikerüljön összegyűjtenünk. Sophie gyógykezelésére a Magyar Népmeséért Alapítvány szervezett Berec András énekes és mesemondó közreműködésével jótékonysági estet a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban. Kedves barátaim hívták fel a figyelmet, hogy a baj nagy, és összefogással reméljük, hogy elérjük a gyógyulást. Ők találták ki a műfajt, hogy templomba jöjjünk össze, és énekeljük meg, és én pedig mondjam el mesében a reménységünket. Legyünk együtt, álljunk a család mellé, és közös lélekkel tudjunk fohászkodni. Az alapítvány nem csak az est bevételével segíti a családot. Tavaly 23 őszén egy szimpla kis mesélést szeretünk volna egy nyíregyházára hozni András barátommal, és szerveztük, beindult a szervezés, és valamikor januárban szembe jött velünk Sophie története, szoktam én így mondani, és hát úgy gondolom, hogy ettől nemesebb feladatot nem is rakhatott volna elénk a Jóisten vagy a sors, beleálltunk. És a szervezés onnantól kezdve úgy folytattuk, hogy adománygyűjtéssel egybekötve. A jótékonysági est szervezésében és a gyűjtésben a Túróci Zoltán Evangélikus Általános Iskola és az evangélikus közösség is jelentős részt vállalt. Mikor kiderült a betegsége, és hogy milyen nagy segítségre szorul, minden lehetőséget megragadtunk, szülőket, kollégákat, mindenkivel összefogva adományokat kezdtünk el gyűjteni. És most jutottunk el ehhez a nagy rendezvényhez, amit a Magyar Népmeséért Alapítvány főszervezőjeként mellé álltunk, és a Glória énekkarunkat adva a rendezvényhez álltunk a NMS ügy mellé. Sophie gyógykezelésére a konzultációt követően az Egyesült Államokbeli Houstonban lévő rákkutatóklinikán van lehetőség. A kísérleti stádiumban lévő eljárás a közel 20 millió forintos konzultációs díj mellett további 100 millió forintba kerül.